sportosat. Híradónk vendége Váci Ernő, a fogadhajtó szakák egykori siker szövetségi kapitánya. Váci Ernő agrármérnök, lótenyésztő, lovas, sportvezető, a Magyar Lovasport Széchenyi díjasa, aki a napokban töltötte be 80. életévét. Isten éltessen, Ernő bátyám! Köszönöm! Hál' Istennek, talán a lovaknak köszönhetően is, jó erőben van. Legalábbis hát egyfelől, így kívülről úgy. Igen, másfelől meg azt szokták mondani, hogy az ember megéri ezt a kort, nem érdem, hanem egy olyan állapot, hogyha előbb nem megy el, akkor előbb-utóbb bele esik ebbe a 80 esztendőbe is. Nem volt problémám a 80 év alatt. Orvos nem tapogatott még. A fogaim is megvannak eredendően, úgyhogy... Lovas terápiáról már sokat hallottunk, olvastunk. Igen. Ezek szerint akkor van, tehát még így is hat a lovak közelsége. Egyfelől ezt humorosan mondani lehet, de én vallom is. Na, szuper. Hogy a ló közelben az ember kap egy olyan gerincet, ha egészségesen éle mellett, tehát nem linkeli el az életét, akkor a sikerélmény naponta megvan, és a jól elvégzett munka sikerélménye az felér egy fizetéssel. Tehát ezért nem zsörtölődünk a hétköznapokba se. Erőbátyám, felolvasok itt egy mondatot. Igen. Mondja meg nekem, hogy ki írta. A magyar kettes fogadhajtás történetének első nemzetközi sikereit édesapám elsősorban nagyapám lovainak, tehetségének és Váci Ernő kapitánynak köszönheti. Hát igen, az életem egyik nagy erőpróbája volt, és állítom ma is, hogy a világ egyik legjobb fogadhajtója volt az illető, akire utalnak. Na, és ki írta? A Bozsik Jóska, az fia írta róla, igen. Talán, igen, de és mégse sikerült egyéni világbajnoki aranyérmet nyernie. Úgyhogy van az életnek... Mit mond erre? Nem tudom. Uh-huh. Van egy olyan sajátos helyzet néha az életbe, hogy a legtehetségesebbnek is mindig ott vannak, és egy szérna szál elszakad, és akkor nem jön össze. Legközelebb éppen Stockholmban volt ehhez az aranyéremhez, ott a még a régi olimpiai stadionban volt a nagy mérkőzés, és a világ egyik legnehezebb maraton pályáját ott építették meg, brillírozott a Bozsik Jóska benn. Annyira biztosak voltunk, hogy sikerül az aranyérem, és hát nem jött végül össze. Úgyhogy az utolsó pillanatban mindig volt egy-egy ilyen kis banánhéj, amin elcsúszott. Ettől függetlenül, hogy ezt kijelenthetjük, hogy fogadhajtásban Magyarország volt a number one. Igen, ami egyfelől fermérkőzéseken igazolódott, a világ tetején igazolódott, másfelől pedig olyan szerencsés időpontba tudtunk ebbe az egész küzdelem sorba belelépni, hogy a kezdetek kezdetén már ott voltunk, és ez az egész sport tulajdonképpen a vidéki emberek ősi szárkezelő tehetségén indult, és nem kellett belekeveredni bizonyos fajta az ilyen-olyan celeb városi, meg mit tudom én milyen keverékbe, és ezért az irigykedés is elkerülte, és a Váradi Jenő annak idején az ő zseniével kiszagolta, hogy ezekkel a igazi, tehetséges hajtózsenikkel lépjünk oda, és azonnal a világ élvonalába, és ne adjuk lejjebb, mert ő neki volt az a mániája, hogy a második hely az nem hely, csak az első hely számít. És ezt annyira tudta szugerálni, hogy beleépítette az embereknek az akkori Várdos, vagy előtte még az Abonyi Imre, Pap Józsi bácsi, tehát mindenki nagy önbecsüléssel ezt vallotta, hogy nem elégszünk meg a második helyjel.
És néha nem sikerült, de azért többnyire na most a zseni előjött. Ez úgy tűnik, hogy a Lázárfi vérekig ez totálisan működött, ugye? Úgy van. Meg ő velük is. Hát így van, tehát ők velük, így van. Tehát ők egyértelműen. Ha utána lezárult volna valami, vagy mi látjuk rosszul? Hát azt hiszem, ezt sokszor elmondtam már, hogy tulajdonképpen ez a fogadhajtáshoz négy tényező kell, aminek a kedvező állása meghozza végül a biztosnak látszó sikert. A tehetség, a szorgalom, az anyagi háttér és a szerencse. Ez majdnem mindegyik egyforma eséllyel jön latba. És ha ebből egy kiesik, akkor még ott tudunk lenni. De ha már kettő kiesik, akkor már nehezebb a sikert elérni. És úgy tűnik, hogy hiába csillogó-villogó autókkal azért a régi ifás rendszerünkhöz, amiben még mi megéltük ezt a sportot, azért látszólag előnyösen vesszük fel a versenyt már a külföldiekkel, de azért itthon imitamot észrevesszük, hogy fogyóban van a pénz, és akkor azonnal visszaállnak már a lehetőségek egy-egy sportolónál, akármilyen tehetség. Régen is fontos volt a pénz? Régen valahogy talán a nemzetközi mezőnybe könnyebben utat tudtunk törni, mert az öreg urak világába léptünk be, és a külföldi öreg urakkal könnyebben tudtunk versenysikereket elérni. Később ott is a tehetségesebb fiatalokat ültették a bakra, de akkor már annyira előre futottunk, hogy az egész rendszernek a csinyát-bínyát átláttuk, és itthon megvolt arra az állami lehetőség, akár a méntelepi fogatösszeállításoknál, akár állami gazdaságok, TSZ-törzstenyészetekből válogatott lovakkal és egy bizonyos országos irányítással előnyhöz tudtunk jutni. Aztán a rendszerváltás táján jöttek a kisebb nehézségek, és a mai nap korlátozódott ez a dolog, hogy az anyagi háttér családokra nehezedett, és szerencsére a tehetség és az anyagi háttér Dobroviszoknál, meg a Lázároknál, és hát most az újabb világnagysága, a Höhle Martinnál úgy látszik, hogy megvan. Ugyanez a lehetőség még az elmúlt 10 évben egy szép reményű ifjúnál, nem is tudom, mert most beszéltem éppen vele valamelyik nap, a Nagy Tibornál is megvolt, de hát ismert az ő sztoria, hogy egy ilyen szerencsétlen lóbetegség miatt kötelezően el kellett oltatni a lovait, és hát akkor szinte nulláról kell majd kezdeni. De hát úgy tűnik, hogy optimista, éppen a Höhle Martin segítségeként most dolgozik, pallírozódik egy külföldi lehetőségeket is átlátva, hogy remélem, hogy azért ő még győztesen vissza tud térni. És ha ez a Martin gyerek áthúzza ezt a nehezebb időszakot most a Lázárok esetleges kilépése után, egy szebb magyar jövővé, és azt hiszem, hogy akkor újra bátran tündökölhetünk. Akkor még megvan akkor a remény arra még akkor. Hát védjük a világbajnoki aranyat csapatba és egyénibe is, itt még ott volt a két Lázárfi vér is. Én még mindig bízom abba, hogy egyszer talán kiderül az ő homlokokon is a fény, és azt mondják, hogy kihagytunk egy esztendőt, és akkor utca neki, menjünk tovább. Mert hát az ő kezükbe megint olyan brillírozó tehetség van, ami hát szinte hihetetlen és ritka világ viszonylatban. Erre születni kell, ugye? Tehát ezt nem lehet tanulni. Tehát ő és a szorgalmuk is megvolt. Uh-huh. Annak ellenére, hogy ugye a Vilmos nagyon sok egyéb leterhelésbe is van, de annyira fölül a bakra 2-3 csukló mozdulattal
az ablára igazítja már a lovait, azonnal látszik a füljátékokon a lovaknál, hogy érzik, hogy mi a helyzet, és cérnaszálon centiméterekre tudja az első kerekeket a sejgapárokhoz oda tenni. Tehát világnagyság ebből tekintetben. Előbb, van itt egy könyv, Ló és is ember. Ebben az egész életútja benne van ebben a könyvben, ha jól tudom, ugye? Hát most összejött egy 700 oldalnyi ilyen írás, és valamikor, amikor ezt elkezdtem pár év, az ezredfordulót megelőző években egy ilyen hónaplónak elképzelt rövid írásokba összeszedni, hogy milyen események voltak a magyar fogat és a ló tekintetében, mit éltem én meg, milyen kitűnő emberek közelségébe volt egy-két sikerélményem. Ezt egy-egy ilyen oldalnyi kis házi irkába leírkáltam, és végül úgy gondoltam, hogy naplószerűen összeszerkesztenénk, és hírt adunk majd a utódoknak, hogy hogy is éltük meg ezt az ezredfordulót úgy, hogy ebben a magyar fogat sportban ott voltunk tartósan a világ élvonalába, és 48 év alatt 101 világ és Európa bajnoki érmet, közte 35 aranyérmet sikerült elérni ezeknek a zsenihajtóknak. Ebből a háttérrel, ebből mennyihez van köze, így vagy úgy? Tulajdonképpen azt szoktam mondani, hogy szinte sem ennyit, mert csak szolgáltam ezeket a zseniket, akik a tehetségükkel fölülve a bakra megküzdötték, és a legnagyobb hegytetőre is föl tudták üstökélni azt a kettő vagy négy lovat, ami éppen előttük volt. És példát mutattak a világnak, hogy ez a magyar fogathajtás, gyertek utánunk. Melyik a kedvenc szakágba? Fogathajtás, vagy a galopp, mert ott is igencsak tevékenykedett. Hát Tetemre, ha Tetemre vagyok hívva, ugye némi szégyenpírral kell bevallanom, és talán itt majd meg is lepődnek páran, a díjugratás. Az a sportág, ami ennek az egész lovas világnak a tündöklését jelentheti, és az a koronája. Sajnos ebbe egy kicsit messze vagyunk a világ élvonalától, de hát van egy-két olyan tehetség, aki itt a sorok közül azért kinyújtogatja a nyakát, egy-két jó lovat már itt nálunk is tenyésztenek, ahogy hallom. Szabó Gábor, Timpex. És meghívást kapnak még Amerikába is. Igen. És itthon is azért azon az 160-on, akármilyen firnyákkal állítják ma manapság össze már a konkurpályákat, azért ezekkel a lovakkal ezek a tehetségesebb fiúk már helyt tudnak állni. Én hiszem, hogy ez az ezredforduló ad egy olyan dobbantást, hogy a következő évtizedekbe ebbe a szakágba is ott tudunk lenni. Hogyan? Hirtelen most sok pénzünk lesz, és akkor tudunk venni nagyon jó lovakat, vagy... Mert ugye mindig erre panaszkodnak, hogy ez az a gátja annak, hogy nem vagyunk ott az olimpián, hogy nem vagyunk ott a nagy Grand Prix-en, mert nincs olyan jó lovunk. Mindegyikben van némi igazság, tehát minden kritikában, ha az nem elvtelen kritika, hanem jobbító szándékú kritika, akkor abban is van igaz, hogy nehezen találni meg a lovat, abban is van igaz a másik oldalról, a tenyésztők oldaláról, hogy de hát hol vannak azok a lovasok, akik hajnalba fölkelnek, és a legkorszerűbb tudomány ismeretében már úgy lovagónak naponta egy-egy lovat abba az ötnegyed órába, hogy a 20 filléres az ötnegyed óra végén is ott marad az ülőcsontuk alatt, amikor leszállnak, és nem csúszkálnak erre meg arra a gyerekből, hanem amikor valamikor ugye megtanították a fixülésre a magyar lovasokat, akár őrkénytáborba is,
átdobták a kengyelszíjakat a lónyakán két oldalra, és akkor 5/4 órát ugyanúgy végig tudták lovagolni, akár osztályba, akár idomításba, akár még ugrásba, vagy akár terepen is, hogy fix ülésük volt, mert ez ennélkül nem megy. Mert vannak olyan tehetséges és bátor lovasok, nem csak nálunk, külföldön is, akik ugye azért bizonytalanabbul ülnek a lovon. Annak ellenére, hogy olyan lovakat lát az ember a képernyőn, a nyugati nagy versenyeken, ami hát elképzelhetetlen volt még a mi gyerekkorunkban, hogy nyúlnak át egy-egy ilyen 160-as akadályon. Most csak így négy szem közt kérdezem, Erő bátyám. Ebben már a génjáték is benne van? Tehát most már nem az van, hogy hozok egy ilyen kancát, meg hozok egy olyan pedigréjű csődört, és akkor majd abból lesz egy jó, hanem ennél meg komolyabb génjátékok is benne vannak? Hát egyfelől ugye a genetika az lényeges. Egy kicsit túl is van misztifikálva nálunk tudomány szinten ez a dolog, mert hát ha a legjobb világhírű lovainkat nézzük, akár a Kincsemet, akár később az Imperiát, akár az Aranyost ebbe a másik sportágba, belemagyarázzuk a genetikát később, de azért mégiscsak véletlenszerűen állt össze az a millió tulajdonságnak a pozitív. Overdózis szegény, ő is pontosan így lett, tehát pontosan. Nem is volt ára tulajdonképpen. Így van, és mint a Csúzligumi úgy hagyta ott itt, amikor Pesten is futott a távoszlopnál az egész társaságot. Akkor ez a bizonyos pedigré, akkor ez nem annyira számít? De mégis ez biztos, alapján számít, adják, mert ez egy fogható dolog, és ezzel el lehet játszadozni tudományosan is, nagy biztonsággal hozzá lehet jutni, és akkor tőkét akkumulálni bele, hogy jótajobbal párosítás alapján megvenni a legjobb lovakat. De azért vannak nagy csalódások is ebben a tekintetben. Tehát ha szerencse van, és megvan az a ló, akkor annak a kiképzésére is nagyon oda kell figyelni. És hát ugye az edzőrendszer is lényeges. Meg sok minden egyéb, amit ugye az utóbbi időben én már csak távolról nézek, de változatlanul az az érzésem, hogy fejlődésben van ez az egész. Bár azt szokták mondani, és az egyik nagy hipológus tudósunk, a Jávor György volt annak idején, aki azt mondta, hogy a magyar ember az a militárira született. És olyan képzett, intelligens, fiatal, tehetséges embereket kellene arra válogatni. Olyan galoppon kipróbált, de még nem ledöntött lovak, ból csinálni olyan militári válogatottat, ami fölveszi a versenyt először itten a környező európai országokba, később világszínvonalon is, ezzel lehetne eredményt elérni. Ebbe is látok eredményt. Annak ellenére, hogy hát itt is fényévnyire vannak tőlünk, és főleg mint érdekesség is, sztorira is érdekes, és ez bizonyos fokig a lovas elkötelezettségre is egy kicsit talán visszautal, hogy a hölgyek jönnek előtérbe, akár ebbe a militári sportba is. Meg a többi tekintetben itt hallom a fiatal kollégáinkat ilyen különböző vidéki lovas iskolákba, hogy jönnek a fiatalok, tódulnak egy-egy lovas iskolába. Az első, második, harmadik nap után az 50%-nyi fiú a lányokhoz képest azonnal leesik 10%-ra. A lányok azok küzdenek, és a végsőkig ott akarnak maradni. Tehát lehet, hogy ők fogják áthúzni most az ezredforduló után, hogy tündökölni fog ez a magyar lovasport a nyerges sportok tekintetében is. Hajrá, lányok! Miről legbüszkébb? Hát tulajdonképpen én... Annyi helyen ott volt, annyi helyen alkotott. Egyfelől
De ezt nem én csináltam, én csak szolgáltam mindig. És zsenik közelébe tudtam úgy keveredni a véletlen adta lehetőségekkel, hogy ő nekik csak segíteni kellett, és ők alkották azt, amit alkottak. Azt szoktam mondani, hogy 33 éves koromban elértem a csúcsra, és ez a bábolnai tenyésztő mi voltom volt, amikor az arab mellett az összes telivér ménes hozzám tartozott, a kitűnő agrárius ménes vezetők segítségével, hogy akkor hittem abban, amit csináltam. És valóban a jól elvégzett napi munka, akármilyen keserűnek is látszott, annak a sikerélménye megadta azt az örömet, hogy hinni tudtam. És akkor 33 éves korom után elkeveredtem Bábolnára, egy-két sikeres területet futottam még be, kívülről nézve sikeres területet. Jöttek a válveregetések és a különböző kitüntetések özönével, de végül mégis úgy gondolom vissza, hogy mit, amit az egyik kitűnő elődöm, főnököm, dr. Antonovics Dániel annak idején mondott és átadta nekem a bábolnai ménes vezetői lehetőséget, hogy ne feledd el, hogy a mi szakmánkban a legnagyobb titulus a ménes vezető. És ezzel ma is sokszor álmodom, és azokat a lótekinteteket, amit egy-egy ménesbe, akár a ménes legelőn járva, akár pedig éjszaka egy-egy elletésnél megélve végigcsináltam, az volt a legnagyobb élmény és sikerem az életemben, úgy érzem. Hihetetlen egyébként, hogy a lovakban mekkora lélek van. Igen. Nincs lova, ugye? Nincs. Tehát az enyém volt. 1000 ló volt. Igen, 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 igen. Mikor simogatott utoljára lovat, Ernő bátyám? Hát most úgy emlékszem, hogy talán 2 hete. Uh-huh. 2 hete. Tehát nem tud meglenni. De az az érzés, ugye, a ló nyaka megsimogatásával, amikor a ló bizalom füljátékkal is visszatér az ember tenyeréhez, ez egy fenomenális érzés. Ez olyan, mint amikor az ember a vizsla kutya buksiját megsimogatja és visszatekint, uh-huh, bárszonyos tekintettel, vagy amikor huncutkodva végig simogatunk egy szép asszony tomporát, és az kacérkodva visszakacsint. Ez a három érzés, ez majdnem ekvivalens. Megy még ki versenyre? Igen, a fogadhajtásban rendszeres látogató vagyok, meghívott, uh-huh, barátkozó, ölelkező, uh-huh, régi emlékek visszaidézésű örömteli események kapcsán. Aztán néha nagyobb eseményeknél a galopon is előfordulok, háttérből megtekintve egy-egy, mert hát az is azért egy csoda látvány, amikor neki rugaszkodik tiszteli vér a zöldjepen, és amikor taktikailag elhagyják a távoszlopot, és akkor a legjobb még hozzá tud tenni az utolsó orhosszas küzdelmeknél. Hát ez is egy gyönyörű érzés és szép látvány. Ernő bátyám, zárásként hogy telnek a napjai? Most, hogy kitűnő, részben írás, részben olvasás tekintetében, már a feleségem azt szokta mondani, hogy inkább olvasom a saját írásaimat, hogy ez körbeérjen. De hát már úgy vagyok vele, hogy a jókai összesre már nem igen jut idő, úgyhogy inkább ilyen rövidebb írásokat. És van egy kis telkünk, oda elmegyünk kapirgálódni. És hát az unokákat is lassan futtatjuk erre-arra, és elmegyünk egy-egy versenyre. Van olyan, aki esetleg, ha nem is, ugye ez az útvonal, mert nem lehet,
Váci Ernőt fogja majd követni? Családom belül nincs, annak ellenére, hogy fiam, lányom tisztességgel megtanult lovagolni, ezt többször lenyilatkoztam. De szerencsére, ahogy az édesanyjuk és az édesapjuk ebbe az őrületbe a kezdetektől 24 órázott, ők már ettől egy kicsit távolabb kerültek, és csak ennek egy a szép látványát kedvelik inkább. Mert mi azért sokat megszenvedtünk annak idején, és büszkén vallottuk azt, hogy álljuk az izomlázakat is, de hajnali 3-kor kelünk, hogy 6-kor lóra ülhessünk. Nem jártam Váci Ernőnél, de sejtem, hogy vannak lovas festmények a falon. Hát van. Sőt, annyi, hogy fal kevés, tehát a szekrény mögött is. Csak egy kérdésem lenne, melyik a kedvenc lova? De a festmények közül, melyiket emelnék? Mint ló? Igen. Volt nekem egy hátas lovam, ebbe a könyvbe is szerepel. Úgy hívták, hogy Hód 2. Annak idején ezzel a lóval sikerült néhány ugróversenyt nyernem, de az mind semmi ahhoz, hogy Galko Ernő bácsi segítségével az 1962-es mezőgazdasági kiállításon én lovagolhattam azt az ördöglovas bravúrt, ahol az egyik betét szám volt ebben a bravúrban, hogy egy leányt el kell rabolnom a Metternich lány utódaként, a Hollósi Katalint, akit akkor úgy elraboltam, lóháton hiába üldöztek utána a fogmegek, hogy ma már az ő rablaja lettem, és túl vagyunk az 50. házasság évfordulónkon. Csak zárásként megjegyzem, ez fotó is megörökítette. Megörökítette, igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és további jó egészséget kívánok. És megmaradjon továbbra is ilyen fiatal, minden nap. Egy kis lósimogatás, jó? Ez egy állapot. Köszönöm én is. További sportosat.